Néhány kattintás a nyíregyházi törvényszéken megmutatják, melyik felületen és hogyan lehet regisztrálni az e-bírósági ügyintézésekhez az ügyfélkapun. Ez a tájékoztató kisfilm pedig részletesen lépésről lépésre megmutatja, mi a dolga a perindítónak, a jogi képviselőnek, az ügyvédeknek, ha a polgári peres eljárásokban beadványaikat az elektronikus felületen nyújtják be. Eddig is élni lehetett az e-beadvány lehetőségével, de júliustól már készen áll a bírósági hivatalok informatikai kiépítettsége az elektronikus perindításra. A polgári peres eljárásokat már ezeken a felületeken fogadják, iktatják és kezelik a bíróságokon. Kizárólag ilyen módon lehet keresetet indítani, ha nem ilyen módon történik, akkor a bíróság a keresetlevelet el fogja utasítani. Ügyész esetében, jogi képviselővel rendelkező ügyfél esetében, közigazgatási szerv és gazdálkodó szerv esetében kötelező, tehát ha ők a peres felek, akkor kizárólag ilyen módon történhet a keresetindítás. A törvényszék felhívja a figyelmet arra, hogy sokan félreértették és a bíróságok levelezési címjeire juttatták el indítványaikat elektronikusan. Az ügyintézéshez viszont regisztrálni kell. Hasonlóan működik ez, mint a közigazgatási eljárásban, tehát az ügyfélnek regisztrálni kell magát okmányirodánál, és az egyéb már jól ismert megszokott módon, és onnantól kezdve tud a bíróság ilyen módon kommunikálni. Tavalytól a civil szervezetek nyilvántartási eljárásaiban is választható ez a forma, sőt bizonyos esetekben kötelező. Közkedvelt az elektronikus illetékfizetési lehetőség is, mivel ez jelentős költség és időmegtakarítást eredményez.